Kedves közönségünk! Önök a Vaknyugat testvérháború két részben című darab Szerez Zsófia az előadás narrátora által írt előnarrációját hallják. Lendvai Zsóka vagyok, az AKU, az Akadálymentes és Korlátlan Kultúráért Egyesület narrátora. A londoni ír, a vaknyugat szerzője, Martin McDonagh 1970-ben született Londonban. Bár szülei ír származásúak, a még mindig csak 45 éves, magas, vakítóan kék szemű, sármosan ősz férfi így vallott korábban nemzetiségi öntudatáról. Soha sem voltam nacionalista. Kiskoromban se értettem soha, hogy miért kellene büszkének lenni arra, hogy hol születtünk, vagy kulturális szempontból, hogy mit alkottak nemzetünk nagy szerzői. Ha nem magad írod meg ezeket az alkotásokat, akkor olyan távol vagy tőlük, mint egy eszkimó. Londoni élete ellenére McDonald a nyári szüneteket Írországban töltötte. Majd 16 évesen hirtelen abba hagyta az iskolát és tévénézéssel, valamint rádiójátékok írásával foglalatoskodott. Állítása szerint inspirációját a televíziós és mozifilmekből szerezte, mivel London színházi életét unalmasnak és ostobának titulálta. McDonald magát tévéfüggőnek tartja, aki soha nem olvasott írdrámákat. A legnagyobb hatást David Lynch, Martin Scorsese és Quentin Tarantino filmjei gyakorolták rá. Írországa nem a megfigyelt valóság másolata, hanem egy újonnan egyéniségén átszűrt, teremtett világ. Megdóna írjei testileg, lelkileg nyomorult, lenézettségtől szenvedő, elvágyódó, vagy már minden vágyukról lemondott emberek. Az írfaluban álló nap nincs mit csinálni, csak pletykálni, önmagunkban forni, és egy szép nap e feszültségtől szétrobbanva, öldökölni. Ebben az értelemben McDonnell leginkább csak metaforaként használja az írséget, úgy, hogy velük jellemző, bárkire igaz kortüneteket állít a színpadra. A Vaknyugat 1997-ben készült el a Linin trilógia harmadik részeként. A Vaknyugat helyszíne nyugati írország Gelvé környéke. Bár McDonald darabjainak helyszínei létező települések, valóságos kapcsolat nincs a történetek és a falvak szigetek között. A Vaknyugat és ami mögötte van. A színpadi művek a legegyszerűbb művészeti alkotások. Csak venni kell valami nyelvjárást, egy egyszerű kis történetet, néhány karaktert, és már kész is van, nyilatkozta egyszer a szerző. Az eredetileg Londonban 1997-ben debütáló vaknyugat története két folyamatosan vitatkozó, egymással háborúzó testvérről, Kolmerről és veléről szól, akik a közelmúltban vesztették el apjukat. A kicsinyes, marakodó testvérek közötti feszültséget a falu alkohol problémákkal küzdő és kisítő lelkipásztora próbálja csökkenteni. Míg Velind csak vallásos kegytárgyai, apró szobrocskái és a pénz érdekli, addig testvére, kolmenesze csak az evésen és iváson jár. Miközben egyik fivér sem mutatja a gyász és megrendültség fikarc nyelét sem. A darab a testvérek között egyre fokozódó feszültséget járja körül, fanyar, kegyetlen humorral ábrázolva a kicsinyes szereplőket és konfliktusaikat. Minden napjaik nagy része egymás bosszantásával, hergelésével, átverésével és idegesítésével telik. Mi több, Számukra ez maga az élet. Vaknyugat az átriumban. Martin McDonagh drámáját Varó Dániel fordításában Gotár Péter vitte színpadra. Az Atrium Filmszínházban 2012 óta játszott darab, 2 óra 30 perc hosszú, amelyet egy szünet szakít meg. A szereplőkről. Coleman Connor, Rétfalvi Tamás. A testvérek közül a forró fejűbb, vadabb, intrikusabb alkat, aki nem tudja és nem is akarja indulatait kezelni. Bátyához képest valamivel öntudatosabb, harciasabb, izgágább. Kicsinyes örömét leli testvére, velin Az evés, ivás, szórakozásá gondolatai középpontjában. Alkat a közép magas, bátyánál valamivel alacsonyabb. Barna, rövid haja, folyton rendezetlen. Velin Konor, Fica István. Kolmenhez képest valamivel kiszámíthatóbb, hiszen csak a pénz, valamint ócska kegytár gyűjteménye érdekli igazán. Tájszólásban beszél. Testvérénél valamivel magasabb, sötét tónusú fickó, aki szinte állandóan egy barna, sildes sapkát visel. A tárgyak rabja, aki emellett abban leli örömét, hogy anyagi fölényét Kolmen óra alá dörgölheti. Válsatja Alföldi Róbert. Alapvetően jó szándékú, de alkoholista pap, aki sem magában, sem hitében nem bízik már. Segíteni szeretne a falusiaknak, de akarad gyenge, pessimista alkata miatt a kicsinyes környezete is csak nevet rajta. Bár feketében jár, nem visel papi öltözéket. Őszülő haját sokszor egy betörő sapka fedi el. Kicsinány lány keleher, mészáros piroska. Fiatal, meglehetősen közönséges teremtés, akiben van még vágy változásra, az életre. Rossz híre és viselkedése ellenére legbelül még ártatlan teremtés. Kerekarcú, vöröses, barnahajú, telt teltkarcsú fiatal lány. A díszletről. A cselekmény javarészt a testvérek közös otthonában játszódik. A szoba belső sima fehér paravánokkal jelzett falak szegélyezik. A hátsó és oldalsó falak között bal és jobb oldalon is egy-egy járás található. A középpontban egy demarkációs vonalként is funkcionáló fehér fiókos asztal áll a hozzátartozó hokedlivel. Az asztal fölött egy lábosból átalakított lámpa még mögötte egy kopottas kék színű kredenc áll. Az asztaltól balra kolmen, míg jobbra a velinbirodalma helyezkedik el. Kolmen térfelének középpontjában egy furcsa tároló, és egyben néha fekvő alkalmatosságként szolgáló bútor áll, melynek lapjai bár egyenesek, de se nem vízszintesek, se nem függőlegesek. Úgy néz ki, mint egy harmonika. A bútor előtt pokróccal leterített karosszék néz a nézőtér felé, még mögötte egy kisebb hűtő áll. Velin birodalmának éke a jobb oldalon álló négyszintes polc, tele nippekkel és szentek figuráival, valamint egy fehér alapon nagy, színes pöttyös tűzhely, amely egy gurítható raklapon áll. A karakterek jelmezei mind elnyűt ócska vidéki ruhadarabok. Versatja talpik feketében, míg a három másik színész főként földszínekben barna, zöld és szürke öltözékben van. Köszönöm a figyelmet, szeretettel várom Önt és barátait az Átrium Filmszínház február 21-i előadásán. Kérdés esetén írjon a zsófia.szereckukac.gmail.com címre, vagy hívja a 0630 606 97 es telefonszámot. Az előadást 15 éven felülieknek ajánljuk. Valamint felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy az előadás erős hanghatásokat tartalmaz.